Sziasztok, Számmel vagyok, és újra jelentkezek a Mists of Pandariás végjátszásommal. Hát régen volt felvétel az előző részek, hát legalább 3 hónapja tárolódtak már a laptopom merevlemezén, úgyhogy ide újabb résszel előállni. Na, ugye ott fejeztük be, hogy végső búcsút vettünk Master Shanxi-től itt bent az erdőben, és most ugye arra kell fényreítenünk, hogy mi lehet az a probléma, ami ennyire nagy fájdalmat okoz Shenzhen Su-nak, akiről mindjárt ki is derül, hogy micsoda egyébként, de nézzük, ugorjunk is be a hőlégballonba. Master Shang. Gee, they were in the Wood of Staves. You know where Master Shang is now. Let a Pandoran hope, would you? I'm going to miss the old man. Gee, be respectful when we speak to Shenzhen Su. When am I not respectful? You hurt me, Aza. I might, if you embarrass us. Na hát itt már ennyi pici kis szurkálódás már volt a két fő között. Descendants of Lu Lang. We've sensed your pain, and we want to help. És itt van Shenzhen Su, aki egy óriási teknős. Hatalmas. Shenzhen Su, but your shell is large, and I do not know where this thorn could be. It is in the forest, where your feet do not walk. Continue along the mountains, and you will find it. We will find it, and we will remove it. You have our word. Thank you. I left my tweezers at home. How could such a thing cause pain to something so large? We will know soon enough. Na hát ugye elmondta Shenzhen Su, hogy egy tüske van az oldalában, és olyan helyen van, ahol a Pandarának lába még soha nem járt. És hát ugye ez a tüske egy hatalmas hajó. Someone has crashed into our island. Removing this thorn may be more complicated than we thought. We should let Elder Xiaopai know, and then plan our next move. Tehát erről volt szó, hogy ez okoz fájdalmat Shenzhen Su-nak, hogy egy hajó van az oldalába fúródva.
És akkor most el kell menni, ugye? Következő célpontunkhoz. Ismét itt vagyunk a templomnál. Hát igen, ez ilyen visszatérő dolog. Elder Shaopai már itt is van. Hozzá kellett ide jönni. Igen, tehát rajtunk áll, hogy kiszedjük Chenzin-su oldalából a tüskét. Ja igen, tehát van egy magányos pandaren a Peiyou Forestben, és az ő kunyhójához kell ellátogatni. És ő majd tudni fogja, hogy milyen sötét dolgok rejtőznek a fákban, vagy a fák között. Ki kell nyitni a Peiyou Forest kapuit. Hát jó. Tehát el kell menni ez a remetéhez, aki ugye egyedül él az erdőben, és vele kell majd beszélni. Bírom, hogy a levegőben is lehet így ugrani. Mármint ezt a pörgést meg lehet csinálni. Na. Hát ez meg volt a kulcs, meg minden, ez könnyű volt kinyitni. Na, itt van Jojo is, hát. És a hóna alatt pedig ott van a Jáde tigrisnek a szobra, ugye amit nem sikerült ketté fejelnie. Beragadt a kapu, és akkor ugye Jui rögtön már keménykedne észre előtt, hogy ő igenis ki tudja nyitni. Jojo bedühödik és áttöri a szoborral a kaput. Na, és itt is vagyunk. És hát kiderül, hogy nem egyedül van már. No. És ugye innentől kezdődik az a része a Wandering Isle-nek, hogy már bizony itt kezd felborulni a teljes békessége a Pandaren népnek, ugyanis mind a Horde és mind az Alliance megérkezett ide a szigetre,
ugye ez a... Hát a trailerében is benne volt a Mists of Pandariának, hogy bizony csata történt a közelben, és így került ide a kettő, hát oldal, frakció. És ugye először Jean-nek fogunk segíteni, hogy Korga csapatait előkerítsük, megmentsük, és így tulajdonképpen megpróbáljuk majd eltávolítani a tüskét Shenzhen-Su oldalából. Hát akkor nézzük, hogy mi a küldetés. A gonosz felemelkedik a tengerekből, és megtölti az erdőt. Ezek már nem csak tigrisek, hanem sokkal többek bujkálnak az árnyékokban. Akik arra várnak, hogy a nem túl bölcs pandareneket elejtsék, tulajdonképpen erről van szó. Jó. Az erdő egyre veszélyesebbé vált. Ahogy ugye Shenzhen-Su megrázkodott ettől az ütközéstől, ahogy a hajó belefúródott. És minden menekültet megtámadnak, engem beleértve, tehát ahogy ugye Vej mondja ezt magára. Tehát tulajdonképpen meg kell tisztítani az erdőt a menekültek számára, hogy ne legyenek veszélyben. Úgyhogy 9 pejvú tigrist kell elpusztítani, megölni. Jó. Most tulajdonképpen Korga elmondja, hogy a horda röviden szólva micsoda, tehát hogy sérültek, fáradtak, de a hordához tartoznak, és az utolsó leheletükig harcolnak. És automatikusan tulajdonképpen a szövetségesükké fogadott minket, tehát magát a Pandaren fajt hordássá nyilvánította Korga, és mellettünk áll, de fegyverekre lenne szüksége. Tehát azt szeretné, hogy segítsünk be neki abban, hogy gyorsabb felfegyverkezésben legyen része a helyi csapatoknak. Ugye az itt rohangáló grántoknak kell segíteni, vagyis pionoknak, inkább úgy mondom, hogy összeszedjünk néhány bambusz szálat, mégpedig 10-et, és ezekből majd lándzsákat fognak gyártani. Hát nézzük akkor. Tehát tigriseket kell pusztítani, és lándzsának való anyagot kell gyűjteni. Hát ugye összegyűjtök mindent, mert ugye jól jöhet. Kicsit kijebb húzom a kamerát.
Gyere csak, ez az. Oké, tigris kell. Meg nád is kellene, de nincsen sok most, ahogy nézem. Ez hány csit használ? Hármat? Hogy néz ki, hogy csapkolódik? Elképesztő. Na hát, elég gyorsan haladok. Mondjuk elég rutinos vagyok ebben az a helyzet, mert párszor már azért végnyomtam ezt a szakaszt. Van itt még nád valahol? Kéne lennie. Hát, aha, itt is van egy. Jó, hát kettőzőkkel is elbírok, nincs itt probléma. Hoppá. Ez jó, mert ezt tanulja is az ellenfeleket. Mi a neve ennek? Fist of Fury. Na, még meg kell jegyezni. Meg elég régen volt már, hogy Monkkal mentem. Mert az egyetlen kaszt, amiben így tényleg jól néz ki az, hogy Monk, hát az a Pandaren, szerintem. Hát, hogy csak én vagyok ilyen megrögzött, de szerintem, ja, tényleg már nem is kellene tigris, na mindegy. Annyira harcolok, hogy nem is figyelem. Jó sok ezzel van, rested experience. Jó, de itt állt már a karakter. Ott egy nád. Ez támadás lesz, úgyhogy el tudom kerülni esetleg azt a tigrist. Nem. Jó. Ez jó, ez a blackout kick, ez tetszik. Erős. Még kettő nádat, léci. Csak kettőt. Ott van egy. Pont itt a közelben, nagyon jó. Egyébként meló után vagyok, éjszakás meló után, úgyhogy... De hát, jól van, az most rövid hetem lesz úgyis. Ja, megvan, jó, megvan. Jön elsője. Május elsője, úgyhogy pénteken nincs meló, haha. Na. Azt mondja, hogy... A horda soha nem vonul vissza a harcból. Hát ez így is van. Ezek kiválóak. Hmm.
Horn stands by you. Jó, tudjátok, hogy hálásak lehetnek. Nagyszerű. Hát ugye a sok rested experience miatt meg... Igen. Nem is látszik itt a végén se sehol még az a jelölés. Ugye amiatt gyorsan fejlődik az életem, már 11-es. Azt mondja... Korga, hogy meg kell találni a hát műszerészüket, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hogy külön vár tőlük a menekülés során, ugye nem szándékosan, csak ugye valahogy ki kellett kászálódni a szárazföldre, biztonságosabb helyre. És valahol megtalálom az erdő déli szakaszán. Mondjam neki azt, hogy Korga küldött engem, és azonnal szolgálatba áll. Hát jó, megkeressük Makávét. Jól van, Margie. Az a poén, hogy 10%-kal gyorsabban futok, de Jim meg így is gyorsabb nálam. Elképesztő. Ahogy libe ez a köpeny rajta, na mindegy. És hát Makabe. Egy goblin. Mi más lehetne? Azt mondja, hogy elgondolkodik rajta, hogy segít-e vagy sem. Jó, hát segít. A robbanószert kell szerezni. Ami az Alliance-hez került. Tehát szerezni kell bombákat, amik ugye nem robbantak még fel. És ebből a csomagokból, hogy ezekből a csomagokból 6-ot kell szerezni. Jó. Ezt megbeszéltük, Bay. Maka, Bay. Azt mondja G, hogy nem tudja, mi ez a gonoszság, ami megfertőzi az erdőt, de le kell ezt küzdeni, úgyhogy 8 Dark and Horrort, vagy Dark and Terrort kell legyőzni, és kapunk érte cipellőt, de jó lesz nekünk. Na. Jó, hát ők igazából nem nehéz ellenfelek. Elég gyorsan el lehet püfölni őket. Uha, hát itt jó sok bomba van. Nem baj, nem kell sokat mászkálni érte, az biztos. Hoppá.
No. Engedjetek megnyilvánulni, legyetek szívesek. Na. Ó, meg is vannak a bombák. Az jó, az hamar megvolt. Na, ne rohanjatok el. Még hármat kell legyőzni ezekből a gyík emberekből. Ó, és amikor ez egy channelinggel, ó, az tök jó, akkor még a másikat is üti. Ez vagány. Ez mind van, a Brewmaster biztos. Tuti. Aha. Jó, hát akkor ezek meg is vannak. Time to act is always now. Jó, hát büszke rám, úgyhogy nagyon jó. Hey, how you doing? Egy darab van vagy, ez egy jó jel. Milyen kedves. Jó, hát meg tudtam neki szerezni a bombákat. Több, mint elég, azt mondja. Ha, tök jó. És hamarosan elkészülünk. Ennek örülök. Megint G-től kapunk küldetést. Biztos vagyok benne, hogy Ace nem szereti ezt, nem szeretné ezt az ötletet, de ez az egyetlen ötlet, amink van. És leszek-e a viselője a rossz híreknek? Tudnia kell, hogy mire készülünk, vagy hogy mindenkit biztonságba kell vinnie. Jó, hát beszélni kell a Sky Seer roncsainál, ugye így hívják a hajót, Delora Lionheart-tal. Azt hiszem, ő egy Alliance-es nő lesz, ha jól emlékszem. Mintha ez rém lenne. Na de, ezt majd a következő epizódban fogjuk megnézni. Ha tetszett ez a rész, nézzetek vissza a következőre is. Addig is, ha gondoljátok, a régebbieket is nézzétek meg. És persze, hogy megtámadnak így végszóra, úgyhogy felszedjük. Na mindegy, ez így jól jött ki. Sziasztok!